Gyorsabb, erősebb, nagyobb. Legyen még nagyobb. A világon mindenhol megbolondulnak az emberek a városi terepjárókért. Az autó mindig is státuszszimbólum volt. Lehet, hogy óriási élmény egy ekkora döggel szágoldani, de az általa okozott problémák még nagyobbak. Feltartják az egész forgalmat, amint manőverezni kell velük. Kapcsoljunk tehát sebességbe, és nézzük meg, mi áll az egész őrület mögött. Miért vagyunk ennyire rákattanva a városi terepjárókra? Ma a világon eladott személyautók 40%-a valamilyen fajta SUV, vagyis városi terepjáró. 10 éve még fele ekkora sem volt a kereslet. Ez egy globális trend. Indiában és az EU-ban minden harmadik új autó SUV. Kínában valamivel több, az Egyesült Államokban pedig az új autóknak már csak nem a fele városi terepjáró. Az autógyártók szemszögéből logikus városi terepjárókat vagy azokhoz hasonló autókat gyártani, mert nagyobb a haszonkulcsuk. Nem sokkal drágább a gyártásuk, viszont 40 vagy 50% drágábban tudják eladni őket. Az autógyártók tehát hasznot húznak az SUV őrületből, de ez csak az érem egyik oldala. A cégek azért profitálnak, mert az emberek nem tudnak betelni a városi terepjárókkal. Ha egy gépfegyvert tennénk a terepjáró tetejére, lehet, hogy még jobban el tudnád adni. Ő itt Clotaire Rapály, vagy ahogy sokan hívják, az autópszichológus. Amikor az Egyesült Államokban berobbant a városi terepjárománia, Rapály marketingesként segítette a nagy autógyártókat. Szerinte az SUV őrület az agyunk működésével magyarázható. Nagyon leegyszerűsítve, az agyunk 3 részből áll. Az agykéregből, a limbikus rendszerből és az agytörzsből. Ezek folyamatos kommunikációban vannak egymással, de mindegyiknek más a feladata. Az agykéreg a racionális gondolkodásunkért felelős. Segít a döntéshozatalnál, problémák megoldásában, a számolásban, szóval a bonyolultabb feladatok elvégzésében. A limbikus rendszer az érzelmekért felelős. Az agytörzs pedig a legősibb ösztöneinket irányítja. Gondoskodik a légzésünkről, szabályozza a szexuális vágyat és a hirtelen stresszre adott vészreakcióinkat. A városi terepjáró kizárólag az agytörzset ingerlik, a túlélésről és a reprodukcióról szólnak. Erősebb vagyok nálad, nagyobb vagyok nálad. Ha te jössz a kis autóddal, nekem pedig SUV-n van és ütközünk, akkor te meghalsz. Nekem viszont csak le kell egy kicsit takarítani az autómat. A média azt sugallja nekünk, hogy a világ veszélyesebb, mint valaha. 7,1-es erősségű földrengés Dél-Kaliforniában. Súlyos trópusi ciklon. Cunamit váltott ki. Fegyveresek támadták meg a tőzsdét. Kis autóban szeretnél ülni, ha jön egy földrengés? Nem, inkább egy városi terepjáróban ülnél. Building a car able to open new roads and possibilities is no longer impossible. A városi terepjárók tehát a legősibb ösztöneinkre hatnak, az autógyártók pedig pontosan ezeket célozzák meg. Akik ilyen autót vesznek, persze soha nem ismernék el, hogy pusztán egy ősi ösztön hajtja őket. Az ő magyarázatuk ennél, nos, racionálisabb. Közvéleménykutatások szerint az emberek leginkább azért vesznek városi terepjárót, mert szerintük biztonságosabbak. Ez részben igaz is. Ha egy SUV-val karambolózunk, nagyobbak a túlélési esélyeink. De a városi terepjáróknak viszonylag magas a súlypontjuk, emiatt pedig könnyebben borulnak. Ez veszélyes, és nem is annyira meglepő. Tudjuk jól, hogy minél magasabban ülünk, annál könnyebben borulunk fel. Ez veszélyesebb. De ez nem számít. Az agytörzs erősebbnek és nagyobbnak érzi magát, ha magasabban ülünk. Lehet, hogy ez egyfajta fegyverkezési verseny. A legtöbb autó egyre magasabb lesz. Képzeljük el, hogy egy kis autóban ülünk, és látjuk a sok magas autót magunk körül. Ez arra ösztönözhet minket, hogy mi is vegyünk egy magasabb autót, csak hogy ne lógjunk ki annyira, és ne kelljen annyira félni a többi autótól. Aki SUV-t vezet, biztonságban szeretné érezni magát, még akkor is, ha ezzel másokat veszélyeztet.
A városi terepjárók első lökhárítója például sokszor olyan magas, hogy nagyobb eséllyel okoznak súlyos felsőtesti vagy fejsérülést egy gyalogosnak. Tehát a terepjáró sofőrje mások kárára szerez előnyt magának. És ez más szempontokra is igaz. Egyre több a városi terepjáró az utakon, és ezek nagyobb motorral többet is fogyasztanak, mint a kisebb autók. Ha pedig több üzemanyagot égetnek, ezzel több széndioxidot is bocsátanak ki a levegőbe. And if they're burning more fuel, then you have more CO2 emissions. 2010 óta a városi terepjárók elterjedése a növekvő széndioxid kibocsátás második legnagyobb oka. Még a nehézipart és a légi közlekedést is megelőzi. Más személygépjármű típusok ebben az időszakban még csökkentették is a kibocsátásukat. Mindez nem újdonság. Tudjuk, hogy az SUV-k károsak a környezetre. De egyszerűen félretesszük ezeket a gondolatokat. Az agykéreg absztrakt és bonyolult dolgokon gondolkozik, amelyek a jövőbe irányulnak, mint amilyen a klímaváltozás vagy annak megakadályozása. A limbikus rendszerünk viszont inkább a pillanatban él. Tetszik neki ez a vadi új terepjáró, és legszívesebben elhajtana vele. Most azonnal. Ez az azonnali kielégülés pedig sokszor elnyomja az olyan távolabbi, absztraktabb aggályokat, mint amilyen a klímaváltozás. Ha azt mondják nekem, hogy nagy baj lesz a környezettel 15 vagy 20 év múlva, az nem igazán érint. Lehet, hogy addigra meghalok. Szóval azt kell megértetnünk az emberekkel, hogy ami ma történik és amit ma tapasztalnak, annak már ma következménye van a számukra. A világon egyre többen kezdik megérteni ezt, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy kevesebb SUV-t adnának el. A tudatosság egy bizonyos pontig segít, de azon túl a gazdasági tényekről kell beszélnünk. Arról, hogy hogyan állítjuk helyre azokat a környezeti és egészségügyi károkat, amelyeket a nagyobb, szennyezőbb városi terepjárók okoznak. Sürgősen megoldást kell találnunk erre. Minden tényezővel ugyanazért a célért kell dolgoznunk. Szóval magasabb hatásfokú motorok kellenek, több elektromos jármű, kisebb autók és rövidebb távolságok. Milyen ellentmondásos lények vagyunk. Képesek vagyunk a racionális gondolkodásra, mégis vonzódunk ahhoz, amiről tudjuk, hogy káros.